Vidám kacajtól hangos a zentai emlékiskola udvara, ahol az alsós diákok éppen oktató jellegű fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. Közben magukról, a kutyákról is sokat tanulnak. Sok mindent tudnak. Jó úszni is tudnak, meg nagyon gyorsan futni, meg a botokat nagyon szeretnek menni utána. Nagyon tetszett, amikor utánozni kellett, hogy amit csinál a kutya, és megtanultam, hogy a kutyák mellett csöndben kell lenni, és azt is, és nagyon jó volt. A foglalkozások egyik célja integrálni a közösségbe a magatartás zavarokkal küzdő gyerekeket. A gyerekek a kutyával játszhatnak, futkározhatnak, megérinthetik, vezethetik, simogathatják, figyelhetik minden egyes mozdulatát, és innentől kezdve ez csak a pedagógus, illetve a felvezetőnek a fantáziájára lehet bízni, hogy milyen órát tartsunk. A szervezők szeretnék minél szélesebb körben elterjeszteni a kutyás terápiát. Mi még azon a szinten tartunk, hogy a kutya az kerti tartozék, nem kell használni semmire, esetleg őrző-védő feladatra használjuk a kutyákat, ilyen célokra nem használják a mi térségünkbe sajnos még a kutyákat, ezen próbálunk változtatni. A foglalkozást foglalkozás sorozat követi. Azt tervezik, hogy az általános iskolák alsós diákjai számára több kutyákkal kapcsolatos iskolaórát is tartanak majd. A programot Zenta község gyermekjogi tanácsa támogatta.